főpap! Utat, utat, utat! Itt jön a főpap! Ez a hazug soha nem volt vak. Mi tudjuk, hogy csak vaknak tetette magát, hogy koldulhasson. Én ismerem, és soha életében nem volt vak. Mondd el nekik, hogy adtak vissza a látását? Azért jöttem a világba, hogy akik nem látnak, azok lássanak. És akik látnak, azok vakok legyenek. Hogy érted ezt? Csak nem vagyunk mi is vakok? Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De azt állítjátok, látunk. Így megmarad bűnötök. Nézzétek! Ezt az ember megszállta az ördög! Ez egy közönséges csaló, fanatikus őrült! Jaj, nektek írástudók és farizeusok! Ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt! Magatok nem mentek be, és másokat sem engedtek be! Vak vezetők! A szúnyogot kiszűritek, a tevét meg lenyelitek! Ti bólogattok a törvény betűire, de magát a törvényt megszegitek! Igazság! Megbocsátás! Jó indulat! Fehér remeszelt csírokhoz hasonlítotok, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival és mindenféle undoksággal! Látjátok ezeket a köveket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le nem rombolnának. Jaj nektek! A ti házatokban nincsen élet! Csak csúszómászók és pókok! Kígyók! Viperák fajzata! Hogy is kerülhetnétek el a kárhozat büntetését? Többé nem láttok engem! Addig nem, amíg nem kiáltjátok, áldott legyen, aki jön az Úr nevében. Mert én és az atyám, mi egyek vagyunk.